Itthon rendőrök elől menekülő embercsempész okozott balesetet Kiskunhalas közelében. A 10 illegális bevándorlót szállító autó először megállás nélkül áthajtott az 53-as út egyik kereszteződésén, ezután a kocsit megdobta a patka, és végül az út menti füves területen állt meg. A bevándorlók nem tudták igazolni, hogy jogszerűen lennének Magyarországon, ezért visszavitték őket a déli határhoz, a szerb embercsempészt őrizetbe vették.